Főbb híreink. Már közel 695 ezeren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, mondta a Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő. Az MSZP társelnöke Komjáti Imre szerint adócsökkentésekre lenne szükség. Az izraeli biztonsági erők letartóztattak egy palesztint, akit azzal gyanúsítanak, hogy buszrobbantást tervezett Dél-Izraelben. Ukrajna szerte nyilvános menedékhelyeket, úgynevezett legyőzhetetlenségi központokat hoznak létre. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Már közel 695 ezeren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalában megosztott videójában. A kormányszóvivő szerint fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a brüsszeli szankciókról, hiszen ha több százezer magyar ember akarata egy irányba mutat, az sokat számít majd a következő körös tárgyalásokon. A kormányszóvivő kiemelte, hogy a gáz és az olaj után a legújabb hírek szerint az atomenergiát akarják célba venni, miközben a baj egyre csak nő Európában. Csúcson az energiaárak, tombol az infláció, aminek a levét az emberek, köztük mi magyarok isszuk meg. Hozzátette, Oroszország könnyen kerülő utat talál a szankciók alól, miközben Európa a saját maga számára előidézett bajoktól szenved. Nem hagyjuk, hogy a háború árát a magyar emberek fizessék meg, ezért is fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a konzultáció keretében, zárta a gondolatait a hivatalos közösségi oldalán megosztott videóban a kormány szóvivő. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter bejelentette, az Európai Bizottság által kért 17 vállalást teljesítette Magyarország. Az igazságszolgáltatásra, vagyis az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal közötti hatáskörök módosítására vonatkozó uniós eljárás teljesítési határideje pedig 2023. március, vagyis tartják az előzetesen meghatározott ütemtervet. Navracsics Tibor a versenyképességi operatív programok 16. nemzetközi konferenciáján közölte, szerda óta újságíróktól tudni vélik, hogy az Európai Bizottság állást foglalta a fél éve tartó nagyon intenzív tárgyalás sorozatról, illetve azokról a vállalásokról, amelyeket tettünk és időarányosan teljesítettünk. A miniszter szerint az újságírók által tolmácsolt bizottsági álláspont megerősíti azt a perspektívát, amit júniusban felvázoltak, és amely szerint az év végéig meg kéne születniük azoknak a megállapodásoknak, melyek lehetővé teszik, hogy az uniós forrásokhoz, egyrészt a helyreállítási alaphoz, másrészt a kohéziós pénzekhez Magyarország hozzáférjen a következő évben. Ez Magyarország és az Európai Bizottság számára is jó hír, mert mint a mostani konferencia is bizonyítja, Magyarország lojális, hasznos és jó felhasználója az uniós forrásoknak. Jól hasznosulnak az európai adófizetők ide befektetett pénzei, jelentette ki Navracsics Tibor. Kiemelte, az európai gazdaságok közül az egyik legdinamikusabb a magyar gazdaság. Az MSZP társelnöke szerint fideszes csődkormányzás helyett adócsökkentésekre lenne szükség. Hidegek az iskolák és a munkahelyek, egymás után zárnak be a közintézmények, a kisvállalkozások csődbe mennek, a villanyért és a gázért százezreket kell fizetni, a boltokban áruhiány van, a benzinkutakon pedig üzemanyaghiány, értékelte Komjáti Imre, hogy hová jutott az ország a Fidesz elmúlt fél évében. Az országgyűlési képviselő azt mondta, a kormányoldal úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne mindehhez, és össze-vissza beszél. Először háborús inflációról, aztán kitalálta a szankciós inflációt, miközben a drágaság már tavaly óta tombol. A megoldás szerinte az lenne, ha az alapvető élelmiszerek áfája 0%-os lenne, és a 12 forintos paksi áramot annyiért adnák, amennyibe az kerül. A lakossági rezsi adóját 5%-ra csökkenteni az MSZP, tette hozzá. Külföldi híreink. Az izraeli biztonsági erők a múlt hónapban letartóztattak egy palesztint a gázai övezetben, akit azzal gyanúsítanak, hogy a palesztin iszlám dzsihád terrorszervezet megbízásából buszrobbantást tervezett Dél-Izraelben, közölte csütörtökön a Shabak Belbiztonsági Szolgálat. A 31 éves Fatih Ziad Zakot a dél-gázai Rafah városából érvényes engedélye rendelkezett izraeli munkavállalásához. Zakatot a palesztin iszlám dzsihád egyik tagja toborozta be valamikor szeptemberben, majd később egy robbanóanyag szakértő képezte ki és megtanította neki, hogyan kell bombát készíteni. Zakot többször is járt Izraelben, miközben kapcsolatban maradt a terrorcsoport tagjaival. A vád szerint október 19-én az Izraelbe való belépését követően robbanó szerkezet építéséhez szükséges vezetékeket, akkumulátorokat és egyéb anyagokat szerzett be. Október 30-án tartóztatták le és lefoglalták a nála lévő anyagokat, csütörtökön pedig vádemelést nyújtottak be ellene.
Sousa Mendes a hivatalos rendelkezésekkel ellenszegülve vízumot adott a nácik elől menekülő zsidóknak, legalább 10 000 ember életét mentve meg ezzel. Mostantól tér viseli a nevét az izraeli fővárosban. A Kiriat Hajovel negyedben tartott avató ünnepségen a polgármester mellett Portugália nagykövete, a Mendes által megmentett zsidók számos leszármazottja, és Mendes unokája is megjelent. Jeruzsálem az örök város kis szeglete, mától egy hős nevét viseli. Itt naponta emberek ezrei haladnak keresztül, bizonyára vannak közöttük olyanok, akiknek felmenői éppen Sousa Mendes bátorságának köszönhetik életüket, jelentette ki Mose Leon polgármester. Mendes 1940-től teljesített szolgálatot portugál konzulként Bordóban. Látva a menekülő zsidók tragédiáját, vízumokat kezdett osztani Portugália diktátora António de Oliveira Salazar parancsa ellenére. Emiatt hamarosan felmentették tisztségéből, de ez nem állította őt meg további vízumok kiadásában. Körülbelül 50 rendőr vesztette életét a hónapok óta zajló tüntetések során Iránban. Ali Bakeri Kani külügyminiszter helyettes szerint, aki csütörtökön azt is bejelentette, külön testületet hoztak létre arra, hogy kivizsgálják a haláleseteket. A vizsgálatokat a belügyi tárca alá tartozó testület vezeti, tette hozzá az Új Delhi látogatáson tartózkodó Ali Bakeri Kani az NDTV indiai televíziós csatornának. Elmondta, hogy a rendőrök között a sebesültek száma is több százra tehető, a tiltakozók soraiból jelentett áldozatokra azonban nem tért ki. Az országban szeptember közepe óta dúlnak kormányellenes tiltakozások, melyeknek ellenzéki csoportok szerint már több mint 300 halálos áldozata van, és az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint közülük 40 gyerek. Ukrajna szerte nyilvános menedékhelyeket, úgynevezett legyőzhetetlenségi pontokat hoznak létre, melyekben a nap 24 órájában ingyenes villanyáramot, fűtést, vizet, internetes hozzáférést, telefonkapcsolatot és orvosságokat biztosítanak a leginkább rászoruló lakosoknak, jelentette be a Nemzethez intézett videóüzenetében Volodymyr Zelenszky államfő. Ha ismét erőteljes orosz csapások következnek be és órákig nem lenne áram, a legyőzhetetlenség központjai minden kulcsfontosságú szolgáltatást biztosítanak, mondta az ukrán elnök. Az ukrán kormány azt ígéri, hogy a menedékhelyeket hamarosan megépítik, de ezzel együtt arra ösztönzi az ország polgárait, hogy takarékoskodjanak az energiával a beköszönő téli időszakban. 4 közép-európai ország, Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia belügyminisztere egyetért abban, hogy a Nyugat-Balkán irányából illegálisan senkinek sem szabad bejutni a schengeni térségbe, ezért szükségesnek tartják a magyar-szerb határ megerősített védelmét, jelentette ki Vít Rákusán cseh belügyminiszter a 4 belügyi vezető prágai találkozója után. Magyarország kötelességének tartja, hogy megvédje az ország déli határait és megakadályozza az illegális migránsok behatolását a közép-európai régióba, mondta Pintér Sándor magyar belügyminiszter újságíróknak. Nyilatkozatában arra is rámutatott, hogy idén már több mint 250 ezer határsértőt sikerült elfogni a déli határon, ami több mint kétszerese a tavainak. Bár a magyar határt kerítés és egyebek között Szlovákiából, illetve Csehországból érkezett rendőrkontingensek is védik, egyes migránsoknak mégis sikerül bejutniuk a térségbe. A miniszter köszönetet mondott a segítségért az érintett országoknak, másfelől viszont sajnálatosnak nevezte, hogy az Európai Unió határvédelmi szervezete kivonulta a magyar-szerb határról. A társadalmat mérgező, szélsőséges, revizionista és idegengyűlölő nézetek elleni elkötelezettségét hangoztatta Nikola Csucsa román miniszterelnök a román kommunizmus időszakát felidéző konferencia nyitó beszédében. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kommunizmust a szovjet megszállás idejében kényszerítették rá a román társadalomra. Az egy gyilkos rendszer volt, amely elit és értelmiség nélkül hagyta a hagyományos román közösségeket, és megpróbálta feloldani, középszerűvé alacsonyítani ezeket, emelte ki. Határozottan és meggyőződéssel kell elismételnünk, hogy hallja és megértse az egész román társadalom. A romániai kommunista rendszer gyilkos rezsim volt, mert a nemzet szabadságát és méltóságát próbálta letörni, elnyomással, gyanakvás szításával és erőszakkal. A kommunista rezsim hóhér volt Romániában, az áldozat pedig a nép volt, jelentette ki a miniszterelnök, aki megjegyezte nem csak miniszterelnökként, hanem a román parlament egyetlen történelmi hátterű pártjának, a Nemzeti Liberális Pártnak az elnökeként is szól ezen a rendezvényen. Híreinkről bővebben a brierpress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról.
Ma a változóan felhős napos ködfoltos idő valószínű. Este előfordulhat elvétve gyenge zápor, vagy a ködfelhőzetből itt a citálás. A hőmérséklet 7 és 9 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!